A Chunin vizsgák javában zajlanak, és a fiatal tanoncok izgalommal lépnek be az arénába, készen arra, hogy bizonyítsák képességeiket, legyőzzék ellenfelüket, és egyedül maradjanak talpon. Szia, és üdv a Reflexshop csatornáján, én Ali vagyok, és ebben a részben megtanuljuk a Naruto Ninja Arena 2-4 fős játék szabályait. A játék folyamán nincs saját körötök, és pár szünetet leszámítva mindnyájan egyidejűleg egyszerre cselekedtek. Kockákkal dobtok, igyekeztek kigyűjteni a technikátok aktiválásához szükséges szimbólumokat. A harc során elszenvedett találatok idővel sérülésekké válnak, amelyek knockouthoz vezetnek. A játékot az a ninja nyeri, aki egyedül maradt talpon. A következő pár percben segítek előkészíteni a játékot, beszélünk a játék menetéről, a párbaj szabályairól, és átvesszük a négy ninja technikáit. Helyezzétek az Uzumaki lapkát a játéktér közepére, mindenki számára könnyen elérhető helyre. Mellette alkossatok egy közös készletet a találatjelölőkből. Választatok magatoknak egy-egy ninját, és vegyétek magatokhoz az ahhoz tartozó táblát és támadáslapkát. A táblát helyezzétek magatok elé, a karakter nevét tartalmazó oldallal felfelé, a támadáslapkát pedig alá úgy, hogy a karakter különleges képessége ne legyen látható. Helyezzetek egyes sérülés kockát a táblátok tetején lévő sérüléssáv bal szélső mezőjére. Vegyetek magatokhoz egy-egy fekete és 4-4 színes dobókockát. Ha játékban van Shikamaru, az őt irányító játékos helyezze Shikamaru árnyék jelölőjét a táblája közelébe. A kockákon a Naruto világából ismert szimbólumok láthatók, de a könnyedség kedvéért én a színük alapján fogok utalni rájuk. Így néz ki egy három fő számára előkészített játék. Mivel ez nincs fordulókra vagy körökre osztva, nem kell kezdőjátékost meghatároznotok, és kezdődhet is a csata. A Naruto Ninja arénában egyidejűleg játszotok, azaz nem kell megvárnod, míg az ellenfeleid végeznek az akciókkal. A célod kiejteni őket, és ehhez olyan kocka kombinációkat kell kihoznod, amik találnak a technikáidhoz és a támadásodhoz. Úgy döntöttél, hogy Sasuke-val játszol, akinek ez a két technikája van, valamint ez a támadása, ami egyelőre inaktív. A technikák és a támadás aktiválására szükséges szimbólumok kombinációja ezekben a fekete mezőkben látható, a hatása pedig itt jobb oldalt. Dobsz a kockáiddal. Megtarthatsz bármennyi kockát. Mivel a második technikádat akarod aktiválni, megtartod ezt a kockát. Javaslom, hogy helyezd a táblára, hogy tudd, milyen szimbólum hiányzik a technika aktiválásához. Dobsz a maradék kockáiddal. Megtartasz egy kockát, ami talál az első technikához. Dobsz a maradék kockáiddal. Bár ez a szimbólum talál a támadásoddal, nem tartod meg, mert a támadás aktiválásához szükséged van az összes kockára. Sőt, úgy döntesz, hogy visszaveszed az első technikára helyezett kockát, hogy növeld a második technika aktiválásának az esélyét. A stratégia sikeresnek bizonyult, és megszerzed az egyik hiányzó szimbólumot, valamint az univerzális spirál szimbólumot, amit bármelyik más szimbólum helyett használhatsz. A kockádat a tábládra helyezed, és aktiválod a technikát, miszerint el kell osztanod 6 találatjelölőt az ellenfeleid között, úgyhogy mindkettőnek adsz 3-3 jelölőt a közös készletből. Ezt követően te is elszenvedsz egy találatot. Az elszenvedett találatokat helyezd a célpont táblája elé. Ha valami másképp nem rendelkezik róla, akkor a jelölőket mindig a közös készletből kell elvenni, nem a ninja táblád elől. Most pedig szerezd vissza a technika aktiválására használt kockákat. Ha van kockád más technikán vagy a támadáson, dönthetsz úgy, hogy azt is visszaveszed, vagy akár otthagyod. A játék pedig folytatódik, dobsz a kockáiddal, és megpróbálod aktiválni a technikáidat és a támadásodat. Fontos megjegyezni, hogy az ellenfeleid mindeközben játszanak, és akkor sem állnak meg, amikor találatjelölőt helyezel a táblájuk elé. Csak akkor kell mindenki megálljon, amikor valaki aktiválja a támadását. A támadás aktiválásához a támadáslapkán lévő szimbólumokat kell összegyűjtened. Egyelőre a rózsaszín és zöld szimbólumokat sikerült kigyűjteni. Dobsz, és megtartod a barna kockát. Úgy döntesz, hogy a második technikán lévő kék kockát is átteszed a támadáslapkára. Már csak a spirál hiányzik. Bár a spirál egy univerzális jelölő és minden más szimbólum helyett használható, ő maga nem helyettesíthető más szimbólummal, így az egyetlen megmaradt kockáddal dobnod kell egy spirált. Pár gyors dobásból sikerül kidobni egy spirált, és aktiválhatod a támadásodat.
Ahogy itt látható, rá kell csapnod az Uzumaki lapkára, az ellenfeleit pedig abba kell hagyják a kockadobálást, és ők is rá kell csapjanak a lapkára. Most kövessétek a következő három lépést. A játékos, aki utoljára csapott rá a lapkára, kap két találatjelölőt. A támadást aktiváló játékos kivételével most mindenki sérülést szenved el. Narutónak 9 találatjelölője van. 3-as a jelenlegi sérülés szintje, így a közös készletbe helyez 3 jelölőt, és egy mezővel jobbra mozgatja a sérülés kockáját a sérülés sávon. 6 jelölője maradt, a sérülés szintje pedig 6, így a közös készletbe helyezi az összes jelölőjét, és a sérülés kockát még egy mezővel jobbra mozgatja. Sakurának 10 találatjelölője van. 5-ös a jelenlegi sérülés szintje, így a közös készletbe helyez 5 jelölőt, és egy mezővel jobbra mozgatja a sérülés kockáját a sérülés sávon. 5 jelölője maradt, a sérülés szintje viszont 6. A közös készletbe helyezi az összes jelölőjét anélkül, hogy a sérülés kockát jobbra mozgatná egy mezővel. 9 találatjelölő van előtted, de ezek nem válnak sérülésé, mert te aktiváltad a támadást. Ugyanakkor ezeket a jelölőket nem helyezheted vissza a közös készletbe, hanem meg kell tartanod, a veszély tehát nem múlt el. Utolsó lépésként fordítsd meg a támadás lapkádat, ezzel aktiválva annak hatását. A játék bármelyik pillanatában csak egy lapka lehet aktív, így Naruto az inaktív oldalára kell forgassa a saját lapkáját. Most pedig mindenki vegye vissza a kockáit, és a játék folytatódik. Mielőtt rátérnénk a következő fejezetre, két dolgot emelnék ki. Az első az, hogy akkor is aktiválhatod a támadás lapkádat, ha az már aktív, ilyenkor pedig csak hagyd az aktív oldallal felfelé. A második pedig, hogy amikor hibázol, például aktiválsz egy technikát úgy, hogy nincs meg a megfelelő kocka kombinációd, akkor sérülés szenvedsz el, és egy mezővel jobbra kell mozgatnod a sérülés kockát a sérülés sávon. Most pedig nézzük meg, hogy mi történik akkor, ha kiütnek. A szabályismertető elején említettem, hogy kizárólag úgy tud nyerni, ha az összes ellenfelet kiesett játékból. Ehhez pedig ki kell ütnöd őket. Feltételezzük, hogy az egyik ellenfeled, mondjuk Naruto, aktiválta a támadását. Most pedig az előtte lévő találatjelölők sérüléssé alakulnak. 9 találatjelölőd van. 7-es a jelenlegi sérülés szinted, így a közös készletbe helyezel 7 jelölőt, és egy mezővel jobbra mozgatod a sérülős kockát a sérülés sávon. Erre a fekete mezőre érkezel, ami azt jelenti, hogy kiütöttek. Helyezd a közös készletbe a maradék találatjelölőidet. Fordítsd meg a ninja tábládat. Ezen az oldalon csak egy technika látható, és az egyetlen célod aktiválni azt, hogy visszanyerd az eszméletedet. Ha sikerül kigyűjtened a fekete mezőben lévő összes szimbólumot, akkor csap rá az Uzumaki lapkára. Az ellenfeleid abba kell hagyják a kockadobálást, és ők is rá kell csapjanak a lapkára. Aki utoljára csap rá a lapkára, kap 2 találatjelölőt. Visszanyerted az eszméletedet, úgyhogy fordítsd meg a ninja tábládat, és helyezd a sérülés kockát a sérülés sáv jobb szélső mezőjére. Mindenki vegye vissza az 5 kockáját, és a játék folytatódik. Szerencsére most megúsztad, de hogyha másodjára is kiütnek, akkor kiestél a játékból. Egy annyit tennék hozzá, hogy amíg ki vagy ütve, addig az ellenfeleid nem adhatnak neked találatjelölőt, ők gyakorlatilag egymás között harcolnak, téged pedig békén hagynak. Ugyanakkor figyelned kell, mert hogyha valamelyik aktiválja a támadását, és utolsóként csapsz rá az Uzumaki lapkára, akkor kiestél a játékból. Azon játékosok, akik kiestek a játékból, nem vesznek többé részt a harcban, és a játék akkor ér véget, amikor egy játékos kivételével az összes vagy ki van ütve, vagy kiesett a játékból, a talpon maradt játékos pedig a játék győztese. A két fős játszmák esetében választhatok 2-2 ninját magatoknak, és vegyétek magatokhoz a hozzájuk tartozó ninja táblákat és támadáslapkákat. Az egyik ninja táblát helyezzétek a másikra úgy, hogy az alul lévő táblán csak az első technika maradjon látható. Helyezzetek sérülés kockát mindkét ninjátok sérülés sávjának a bal szélső mezőjére. A felső ninja támadás lapkáját helyezzétek a ninja tábla alá, az inaktív oldallal felfelé, a másikat pedig tartsátok kézügyben. A játék a szokásos szabályok szerint halad, de most az alul lévő ninja első technikáját is aktiválhatod. Ha aktiválod a támadást, hajtsátok végre a 3 megszokott lépést. Ezt követően az ellenfeled eldöntheti, hogy megcserélje a ninjait, kicserélve egymás között a 2 ninja táblát és helyettesítve a támadás lapkát is. Párbaj során nincs knockout. Hogyha
kiütöd az ellenfeled valamelyik ninjáját, azonnal megnyered a játékot. Most pedig elemezzük ki egyesével mindegyik ninja technikáját és támadását. Naruto első technikájával osz ki 3 találatjelölőt egy szomszédodnak. A második technikával osz ki 2 jelölőt egy ellenfélnek, vagy 5-öt egy olyannak, aki előtt még nincs jelölő. A támadásával növelheted a technikái hatékonyságát. Ha például az első technikát aktiválod, akkor 3 jelölő helyett 4-et osz ki egy szomszédodnak, az extra jelölőt pedig a táblád elől vedd el. Ha nincs jelölő a táblád előtt, akkor a technika hatékonysága a szokásos marad. Sakura első technikájával osz ki 1 találatjelölőt 1 ellenfélnek, és helyez a közös készletbe 2 jelölőt a táblád elől. A második technikájával osz ki 4 jelölőt 1 ellenfélnek. A támadása növeli az állóképességét, és sérülés elszenvedéséhez 10 jelölőre van szükség. Ha tehát 13 jelölő van, amikor egy ellenfél aktiválja a támadását, csak 1 sérülést szenvedsz el, és a közös készletbe helyezed az összes jelölődet. Sasuke első technikájával osz ki 2 találatjelölőt egy ellenfélnek. A második technikájával osz szét 6 találatjelölőt az ellenfelek között, lehetőleg egyenlő módon, és a közös készletből helyez 1 találatjelölőt a táblád elé. A támadásával növeld a technikái hatékonyságát 2 jelölővel, amiket vegyél el a közös készletből. Shikamaru első technikájával osz ki 2 találatjelölőt egy ellenfélnek, majd helyezd az árnyékjelölőt az Uzumaki lapkára. Shikamaru kivételével az első játékos, aki rácsap az Uzumaki lapkára, kap 3 találatjelölőt. Ezt követően vedd vissza az árnyékjelölőt. A második technikájával osz ki 3 jelölőt egy ellenfélnek. Ez az ellenfél nem dobhat a kockáival, míg vissza nem számol 3-tól 0-ig. A támadás aktiválásához mind az 5 kockáddal dobnod kell. Ha sikerül egy kunai szimbólumot dobnod, osz ki 3 jelölőt egy ellenfélnek. Most pedig a Naruto Ninja Arena összes szabályát ismered, úgyhogy nekiláthatok a játéknak. Ha bármi kérdésed merülne fel a játék kapcsán, tedd fel hozzászólásban itt YouTube-on, vagy a Reflex Shop Facebook csoportjában, és igyekszem mielőbb válaszolni rá. Sok sikert kívánok a Chunin vizsgákhoz, én Ali vagyok, te pedig kapcsolj ki, és játsz! És hogyha érdekelnek hasonló társasjátékos tartalmak, akár bemutatók, akár szabálymagyarázó videók, akkor kattintsatok ide!